lehet látni, hogy van ilyen napos pete is benne, meg már fedett fiasítás, ami kikelésre vár, úgyhogy el vannak ők itt magukban. Bajban a méhészek, az elmúlt két évtized leggyengébb szezonja az idei, az időjárási körülmények rendkívül kedvezőtlenek voltak a virágzások alatt. Simon János összesen 120 méhcsaláddal dolgozik, elmondása szerint az idén a megszokottnak kevesebb, mint felét tudta kitermelni. Az idei év az, hogy fejezzem ki, hogy csúnyán nem akarom, egy ilyen felejthető kategória, mert sajnos az utóbbi években jellemző olyan tavaszi felmelegedések enyhe telek után elhúzódóan akkor jönnek fagyos időszakok, amikor már úgymond nem kéne. Amikor a méhek beindulnak, vége a nyugalmi állapotnak, és a növényzet is, a meleg hatására a növényzet is beindul, akkor az utóbbi 2-3 évben lehet mondani, főleg a tavalyi meg az idei évben, hogy megpattant az akácfrügy, és akkor voltak ilyen fagyos éjszakák, fagyos hajnalok, és az idei évben is előfordult, hogy nem egy éjszakára volt szó, hanem 3-4 éjszakán keresztül is, és sajnos a megyébe is, meg országosan lehet mondani, hogy közel 90%-os fagykárt szenvedtek az akácosok, és ugye az akácméz a fő zászlós méze a méhészeknek, arra van mindenki ráhegyezve, az a hungarikum is, és sajnos ez meglátszik a tavalyi és az idei eredmények, pörgetési eredményeken még jobban. Azt lehet mondani, hogy ugye az akác előtt volt a repce. A repce hát változóan sikerült, mert vannak területek, ahol jobb eredmények születtek, valahol rosszabb eredmények, de a jobb eredmények is elmaradnak az átlagos eredményektől, mert a repce virágzás alatt viszont ott is hidegfrontok voltak, hűvös szeles napok, a méhek szinte ki se tudtak röpülni a kaptárból. Utána berobbant egy meleg, az gyorsan a repce észhez tért és levirágzott. A hás esetében pedig a hűség és a szárazság tette tönkre a virágokat. A méhész azt mondja, nincs olyan ismerőse, akinek sikerült hásmézet pergetnie. Ugye sokan mondták, ha volt virág, miért van gond a méhészeknek? Az a legnagyobb probléma, hogy mit lehetett látni a fákon virágokat. A virágok 90%-a úgymond sarjú virágzás, ami már nem az első virágzata a fának, ami kihajtna az elfagyott, hanem a fagyott rügyekből, a másod rügyeknek a virágzata, az annyival lehet megkülönböztetni, hogy az akácnak ilyen 15 centis, 10-15 centis fürtökben van a normál virágzata, ezek a fagyott virágzatok pedig ilyen, úgymond ilyen csököttek, ilyen 5-6 centis fürtök voltak. Valamennyire mézelnek ezek is, de akkor a nektár képződése nincsen mindegy első virágzatnak. És az is elég szétszórt volt. Most számokban, jobb években, egy jó méhcsaládból, egy ilyen kaptárból, akár 30-35 kiló akácmézet is ki lehet pörgetni. Most az idei évben voltak olyan területek, ahol 5-6 kilókat pörgettek, volt, ahol 10 kilókat, és a legjobbnak lehet mondani, amit lehetett hallani, hogy 15 kilót elértek, de az olyan ritka volt, mint a fehér holló. És országos szinten a tavalyi évben is olyan kevés volt már maga az akácméz, hogy lehet sejteni, hogy valószínűleg a raktárak kiürültek, és az idei évben is nem tudják föl, hogy hiánycikk lesz az akácméz. El fog jönni az a karácsonyi időszak, amikor ugye a mézértékesítésnek a fő időszaka, hogy a boltok polcain nem lesz termelői akácméz, maximum a termelői piacokon lehet a termelőknél, akik ugye bespájzoltak maguknak, tartalékolnak, hogy megtartják a vevőkörüket, és a felvásárolóknak akácmézből nagyon kevés jut. A helyzet Baranya megyében sem rózsás. Máj Gábor, Baranya megyei méhészeti szaktanácsadó azt mondja, van olyan méhész, akinek az idei évben nem sikerült termelnie. Azok a méhészek, akik nem vándoroltak, azaz álló méhészettel foglalkoznak, azoknak szinte nincs is mézük. Tehát tudok olyan méhészt a megyében, itt a környékünkben is, aki az idei évben nem pergetett egyáltalán mézet. Tehát nagyon, nagyon rosszak az idei termés eredmények. A minőség az tulajdonképpen az adott. Tehát ahol van, ott az méz, ahol meg nincs, az természetesen ott meg nincs méz. Az év elején is ugye sajnos nem engedélyezett növényvédőszer használat miatt ugye kitárcsázásra kerültek repcetáblák, és később is a repcével probléma volt
a megye másik részén, ahol történt növényvédelmi vizsgálat és állategészségügyi vizsgálat is. Az elpusztult méhcsaládok esetében küldtünk laborvizsgálatra méheket, illetve hát növényeket, hogy honnan származik az elhullás. Úgyhogy az idei évben nagyon sok baj sújtotta az ágazatot, amiket elmondtam, ezen kívül sajnos volt árvízünk is, tehát volt olyan méhészet Észak-Baranyában, Sást környéken, amit 100 méhcsaládot elmosott a sárlavina, abból sajnos talán 20-at tudott megmenteni a méhész, tehát azt lehet mondani, hogy a szélsőségek, teljes egészében a szélsőségek éve, aki helyben maradt, nem pergetett, aki tudott vándorolni, az pergetett akácmézet, ugyanis az ország más részein lettek jó mézelési eredmények akácból, itt az idejében állunk nem. A szezon lezárult, így most az atkák elleni védekezés és a kötelező őszi vizsgálatok következnek. Mi egészségügyi felelősök elkezdik átvizsgálni a méhállományokat, és hogyha bármiféle bejelentési kötelezettség alá tartozó méhbetegséget találnak, akkor ezeknek az eljárásai fognak indulni. A szakemberek szerint a mézárakat a termelők hamarosan kénytelenek lesznek megemelni, de a népszerűbb termékek, mint például az akác és hásmész hiánya további dráguláshoz fog vezetni.